Ezeket a kutyusokat pár hetes korukban egy buszmegállóban találták egy dobozban. A dobozra valaki még egy netzsákot is ráhúzott. Behozták ide az Ibrányi Állatvédő Egyesülethez, azóta már 4 hónaposak és minden szükséges állategészségügyi ellátást megkaptak. A Hangtalanokért Állatvédő Egyesület az Ibrányi Önkormányzattal és német partnerekkel dolgozik együtt, de folyamatosan várják a helyi lakosok felajánlásait is. 3 évesek vagyunk, elméletileg ez egy ilyen hirtelen elgondolásból indult az egész. Nagyon sok volt itt az állatkínzás. Gondoltunk egyet, hogy próbálunk egy egyesületet létrehozni, hát ha könnyebb lesz így az állatokat menteni, mert a megalakulásunk előtt is mi már civilként mentettük az állatokat. Úgyhogy ez így pattant ki a fejünkből, 10-en összeálltunk, lett egy egyesületünk, és neki kezdtünk a munkának. És munka akad bőven, több mint 200 kutyáról gondoskodnak jelenleg. Előfordul, hogy az állatokat ott hagyják az egyesület bejárata előtt, máskor ők találnak rá az ebekre, mint például erre a 2 kutyusra, akiket az utcáról hoztak be kicsinyeikkel, őket azonban már nem tudták életben tartani. Az egyesület elnöke azt mondta, mivel a kutyatartásnak éves szinten egészen komoly költségei vannak, a lakosság egy része inkább lemond a házi kedvenceiről, sőt van, aki egyenesen hozzájuk viszi az orvosi kezelésre szoruló állatot. Nagyon rossz a szám statisztika igazából, mert minden évben elmondtuk, hogy fú, nagyon rossz ez az év, de ez az év kimondottan rossz. Ez valószínű, hogy a jelenlegi anyagi helyzet, meg ez a válságos időszak miatt is, de egyre több kutya kerül ki. Tehát mindegy, hogy keverék, most már a fajta tiszta kutyáktól mindenki. Kölyköstől anyák, stb. Nagyon rossz a helyzet most ebben az évben. A Q-Job nevű internetes oldal 85 állatorvosi praxis szolgáltatásainak adataiból arra következtetett, hogy egy kutyus éves egészségügyi alapellátása 20 és 50 ezer forint közé esik. De az első évben ez jóval magasabbra rúg, hiszen egy nagyobb testű kutya ivartalanítása elérheti a 60 ezer forintot is. Ehhez jönnek még a különféle oltások, a csippek és természetesen a napi táplálék biztosítása. Szokoli Zoltánné azt mondta, ők az inflációs nehézségek ellenére is kitartanak, és idén is megtartják az Állatok Karácsonya elnevezésű rendezvényüket, amelyre programokkal és szeretett vendégséggel készülnek. Fel fogunk díszíteni egy fotófalat, lehet a kutyusokkal majd fotózkodni, természetesen élelmet hozni, de bármi edényeket, plédeket, takarókat, mindent szívesen fogadunk, és akkor így egy kicsit megünnepeljük az Állatok Karácsonyát. Nyilván jutifalatosztás lesz az érdeklődőknek, vagy akik szeretnének eljönni. Hát szeretnénk, ha minél többen jönnének, ugye jól lenne egy kis sétáltatást is beiktatni, és ugye mindenkit szeretettel várunk. Lesz fánk, zsíros kenyér, forró tejával fogunk készülni a látogatók fogadására, és lángossal. December 10-én szombaton ezt a területet fogják kialakítani a vendégek számára a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület önkéntesei, akik egész nap várják majd a kutyabarát látogatókat. És nem csak ők, hanem az a több mint 200 kutya is, akik alig várják, hogy egy nagyot sétáljanak.